A Magyar Közélet színpadára két hónapja lépett Magyar Péter, és ennyi idő alatt jutottunk el ehhez a 200 ezres kipukkant lufihoz. Ez most az újongás és reménykedés időszaka mindenkinek, aki elutasítja a nemzeti együtt bűnözés rendszerét. Kicsit olyan most, mint amikor az ember sikeresen elvégzi az első vizsgai időszakot, és elmegy megünnepelni azt. Ki jár a taps, és nem feltétlenül ilyenkor illik szólni, hogy hátra van még legalább tízszer ennyi, miközben a vizsgabizottság tele van Corleone embereivel. Márpedig most pontosan ezt fogom tenni mert konzervatív embernek illik kerülni a vágyvezérelt gondolkodást. Nem azért, mert reménykedni ne lenne felemelő, hanem mert a remény hajlamos torzítani a valóságérzékelést, ezáltal károsan hat a feladat megoldásra. Éppen ezért a mostani videót amolyan görbe este utáni józanodó kávénak szánom. Kezdjünk is bele! Azt Pétertől már megtudhattuk, hogy választáson szeretné kihívni a maffiát, azaz elfogadja Corleone vizsga feltételeit. Corleone választási rendszerében, média viszonyaiban, finanszírozásában vármegyeiben szeretne győzedelmeskedni, ami annak tudható be, hogy friss ellenzékiként ő nem vett ilyenben négyszer részt. Régebbi motorosokban viszont nagyon is élénken élhet az emlék, amikor végre visszajönnek a szavazatszámláló szerverek és közlik a kétharmad tényét. Péter azt mondta, hogy április 6 után már semmi sem lesz úgy, mint eddig volt, és értelmiségiként itt kell elvégeznem egy kellemetlen fact Minden pontosan ugyanúgy van, mint eddig. Eddig volt. Polt Péter a helyén, kétharmadnyi mandátum a helyén, anyakönyvesztetett pénztárca a helyén, hadd ne soroljam. Magyar Péter mondása úgy helyes, hogy minden pontosan ugyanúgy van, mint eddig, és emiatt összehoztuk az utóbbi 30 év egyik legnagyobb tüntetését. Ebből kell kiinduljunk, és ebből kell következtetéseket levonjunk. Az 5. hidegzuhany elkerülése érdekében meg kell haladnunk a vágyvezérelt gondolkodást, és ehhez kénytelenek vagyunk szembenézni néhány kihozanító tényjel. 1. A nemzeti együttbűnözés rendszere végtelen erőforrásokkal rendelkezik. 2. Péterre most a legkülönbözőbb emberek vetítik ki minden vágyukat és reményüket. A kezdeti újongás azonban nem váltható egyenesságon szavazatokra. Olyan ez, mint amikor egy szimpatikus idegennel elmegyünk randizni, de abból még nem feltétlenül következik házasság. 3. Párhuzamos valóságban él a Narancsegyház. Ha egy jól képzett embernek tíz év kell a kiábránduláshoz, érdemes megjegyezni, hogy másfél millió hívő, van oda át, akinek érettségie sincs. Nagyjából ez magyarázza, miért nem kell tudathasadást egy átlag fideszesnek például a kokárda viselése és orosz érdekek képviselete. A legalapvetőbb ismeretek hiánya magyarázza, miért olyan élmény egy átlag fideszessel vitatkozni, mint homokot kapálni. Amikor Péter választási győzelemre hajt, az nagyjából akkora vállalás, mint egy sivatag újrafásítása. Ha a tápanyag hiánya nem lenne elég, a közbeszerzés ráadásul korleó ne felügyeli. Mondanom sem kell, hogy ilyen keretekben semmi értelmét nem látom eljátszani a szavazóstit, hogy aztán Orbán ötötszörre is elmondhassa, hogy mekkora részvétel mellett lett új fent császár. Ha ebben a színházban bármikor jegyet váltok, az kizárólag azért van, mert egy maréknyi szereplő tisztelek annyira, hogy a kérésüknek eleget tegyek. Mi a helyzet Péterrel? Bár a 26-os országgyűlési Bábszínházra még nem váltottam jegyet, Péter hangfelvétele nekem mindenképpen megír egy EP választást. Aki így gondolkodik, az hozzásegítheti Magyar Pétert néhány LP mandátumhoz, amivel megteremtődne az új párt gazdálkodási alapja. Homok ez a narancs keresztények magántőke alapjaihoz képest, és persze Orbán öltönyös hitmenye is készek bármikor kiszabni pár százmilliós bírságot. Ugyanakkor mókás lenne, ha a nulladi kilométernél elkezdené szétbüntetni Pétert, mert akkor gyanítom hamar eldől, van-e értelme fülkében forradalmat csinálni. Erős üzenet lenne ez a hatalomtól ezer könnyen mozgó embernek. A finanszírozásnál jóval nagyobb falatnak látom a szervezetépítést, és egyet kell értenem Kovács Gergővel abban, hogy magyar Péter sorsa ezen fog múlni. Péter, most még a felszállóákban van, ahol ő a szimpatikus újonc. Rengeteg lelkes aktivista fog csatlakozni, aki minden személyes érdekét általa véli megvalósulni, mivel most még keveset tudni a szándékokról. Hamarosan viszont Péternek döntéseket kell hozni, mondani kell valamit az elszámoltatásról, alkotmányról, adóztatásról és kismillió másik dologról, ahol sokan rádöbbenhetnek hogy nem erre a mozira akartak jegyet váltani. Ekkor belső feszültségek sorozata gerjed, ami minden szervezet érési folyamatában természetes és elkerülhetetlen. Ez a gyakran évekig tartó vajúdás fogja eldönteni, hogy a szervezet cselekvőképes lesz vagy megbukik. Péternek égető szüksége van egy tehermentesítő szervezetre, mely szervezet országos lefedettségű kormányzó erőt tud demonstrálni. Kételjeim vannak, hogy ilyet össze lehet rakni két év alatt, és ezzel párhuzamosan kevés hibával kiszolgálni a rázóduló figyelmet. Pártot építeni olyan tudás, amit nem lehet az iskolapadban elsajátítani, és csak egy maroknyian voltak képesek ezt a gyakorlati tudást olyan szinten művelni, hogy Orbánt is megszorongassák. A sors furcsa fintora, hogy van egy új pártal rendelkező személy, aki bír ezzel a tudással, és ráadásul ugyanabból a szellemi holdudvarból származik. Van a Gábornak megvan az, amire Magyar Péternek szüksége van, és Péter rendelkezik azzal a felhajtó erővel, ami vonának nincsen. Persze ki vagyok én, hogy tanácsokat adjak, de hangosan gondolkodni attól még szabad, már pedig ez egy ritka szerencsés szinergia lehet. Összegezzünk. Látjuk, miből lehet stabil a bevétel, hogy a pártszervezés is felgyorsítható, na de mi a helyzet a párhuzamos valós? A realitás az, hogy a Fidesz bázisának java nem tudja, mi az ügyészség, a hatalmi ágak, az állami számvevőszék, mi történt 1849-ben, és ha az információhiány nem lenne elég, a polgárosodás sem úgy áll vidéken, mint Budapesten. A Fidesz szavazóinak 68%-a él ilyen területeken, ami bő 2 millió embert jelent. Adódik a kérdés, hogyan lehet tájékoztatni ott, ahol a Fideszes orgánumok jelentik a legfőbb tájékozódási pontot, neked pedig nincs évi 200 milliárdod ellensúlyozni a propagandát. Eléggé veszett fejsze, nem igaz? Nos, attól függ? Mitől? Hogy vannak-e lelkes aktivistáid? Van-e legalább egy telefonod? Egy darab telefon és némi kreativitás. Ennyi kell ahhoz, hogy te magad legyél a helyi közmédia. Nyilván ismerned kell a közönséged, tudnod kell, mennyire terhelhetőek, de egy perces videókat még az is megnéz, aki önszántából soha az életben nem fogott egy könyvet se a kezében. Nincs szükséged vágóprogramokra, díszletekre, stábra, és nem kell dokumentumfilmet készíts. Még csak nem is kell mindig politizálj. A reális cél annyi, hogy fél, maximum egy percben gondolkodás serkents egy problémáról, és hidd el, ehhez ma már egy telefon is elég. Mutatok is mindjárt három példát. Fájvály, az az öt miért. Ez a vizsgálódási módszer azt állítja, hogy legfeljebb öt kérdésből el lehet jutni egy problémának az okához. Például, nem szeretek emberek előtt beszélni. Miért? Azért, mert számít a véleményük. Miért? Azért, mert nem szeretném, hogy hülyének nézzenek. Miért? Azért, mert szeretném, hogy elfogadjanak. Na és ti milyen problémára keresitek a megfejtést? Esetleg egy kis klímaváltozás? Fájvály, az az öt miért. Ez a vizsgálódási módszer azt állítja, hogy legfeljebb öt kérdésből el lehet jutni egy probléma gyökeréhez. Például, kevés lesz idén a pálinka. Miért? Azért, mert kevés szilva termet. Miért? Azért, mert nagy volt a szárasság. Miért? A globális felmelegedés miatt. Miért? Agyik emberek miatt. Vagy ha a közönséged már harc edzett vai! why, azaz öt miért. Ez a vizsgálódási módszertan azt állítja, hogy öt kérdésből el lehet jutni egy problémának a gyökeréig. Például, rossz az egészségügy, miért? Azért, mert hosszúak a várólisták, miért? Azért, mert nincs elég orvos, miért? Azért, mert nem fizetik meg őket, miért? Azért, mert a magyar állam nem tudja kigazdálkodni, miért? Azért, mert rossz a gazdaságpolitikánk. Na és mond csak téged, mi zavar a közállapotokban? Ez például egy konkrét módja a faültetésnek a sivatagban. A fáj váj, azaz 5 miért kerettel százával készíthetőek apró hírmagvak, amivel üzeneteket ültethetsz el a környezetedben. Úgy kezdtem a videót, hogy három kardinális problémát vetettem fel, és úgy akartam befejezni, hogy a megoldásokról is beszéltünk. Nem mi vagyunk az zászlóvívők, de ha rendszerváltást akarunk, mindenkinek hozzá kell járulnia a meneteléshez. Ki mikroadományokkal, a talpra magyarok oldalon keresztül, ki a szavazatával, ki aktivistaként, ki médiatartalmakkal. Mindenki a maga szintjén, mert a rendszerváltás közös ügyünk. Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.